nem túlzás állítani, jobb volt a Gyokis csapat, és három negyeden át vezetett is. A záró szakaszban sem következett be alapvetően törés a szekszárdi erős csapatjátékban. Azonban a Sopron négy nemzetközi szintű extra klasszisa közül vészhelyzetben kettő, Brooks és Czerendakics a távoli dobásokban tényleg extrákat nyújtott, ami 64-59-re eldöntötte a nagy rangadót a Sopron javára. A szekszárdi csapat szinte végig pályán lévő egyik legjobbja ezúttal a másodszámú amerikai, a remek csapatmunkát végző T. Marshall volt. Végig szorongattuk a Sopront, közel voltunk ahhoz, hogy mi nyerünk ezúttal a végjátékban, de nem sikerült. Ezzel a játékkal már valóban lehet keresni valója a KSC szekszárnak, már szerdán idehaza a spanyol Guernica elleni Európa-kupa meccsen.